Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. MD Media Night Rider Podcastját. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Hello Pajti, a Parallax és Retroverzum Night Rider podcastjének első része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. A következő néhány hét során a szokolébresztővel felváltva, de én már szerdánként érkezünk, belebakiztam a szokolébresztővel, ez így nehéz műsor lesz. A következő néhány hét során a szokolébresztővel felváltva, de én már szerdánként érkezünk új részsel, egészen a Parallax és podcast augusztus végi évadnyitójáig. Ne feledjétek tehát, hogy mostantól hétfőn, szerdán és pénteken várunk új podcastekkel, ha pedig premier előtt hallgatnál minket, nem kell más tenned, mint hogy támogatsz minket a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül. De térjünk is rá a műsorunk mai témájára, ami a Night Rider nehéz örökség című bevezető dupla része lesz, amelyben Michael Long, a vietnámi veterán és titkos ügynök egy akció során súlyosan megsebesül. Egy emberbarát milliómos Wilton Knight segítségével Long Michael Knightként kezdhet új életet, Michaelt egyetlen cél élteti, a bűnözők nyomába eredve érvényt szerez az igazságnak. A cseppesen veszélytelen megbizatásai során parátai, Bonnie és Devon mellett kit az emberi életet védő és beszélni is képes csoda autója segíti, szól a sorozat szinopszisa, de hogy ezt bővebben is kibonthassuk, köszöntöm állandó beszélgető társaimat, elsőként Dankó Dániel Tibor, szia Dani! Sziasztok! És Gizur Gergő, szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! Te Gergő, te minden műsorban benne vagy, ami éljen? Te követsz engem? Igen, ragaszkodsz hozzám, hát én vagyok a te katalizátorod, hogy el tudjál mondani egy mondatot jól. De mást is észrevettem, nem csak ezt, hanem hogy a Sky time ra felkerült a sorozat, úgyhogy ö, ott néztem újra, de sajnos magyar szinkron nélkül, viszont ö, nem csak azért, mert szeretem a magyar szinkront, hanem mert lényegében teljesen más atmoszférát ad, ö, sokkal emberibbé válik a magyar szinkron által, sokkal szerethetőbb magyarul, mint eredeti nyelven a sorozat. Mit gondoltak erről? Hát én hoztam is egyébként a magyar hangokat, ahogy szoktam, jó szokásomhoz hívan, aki a kalambót hallgatja, azt tudja, úgyhogy egy kis, egy kis, történelem. Kezdjük ugye, hogy 1982. szeptember 26-án vetítették az USA-ban ezt a dupla részt, ez dupla résznek számít, míg Magyarországon 1992. február 29-én az MTV2 volt a vetítő csatorna, és a szokásos Welcome kiadó féle szinkron készült hozzá. Később egyébként vetítették a TV4 Vico nevű csatornán, illetve az RTL klubban is vetítették 1998-ban. És de... a TV2-n is. És a TV2-n is, uh -huh. igen, de őket az RTL klub volt nekem inkább, de igen. A szinkronrendező rendező Hazai György, akit most azért is említenék meg, mert nyilvánvalóan sokat hozzátette ez a szinkronz, ugye, amit Ádám is mondott, hogy hogy mennyire sokat hozzátett a sorozathoz. Michael Knight, illetve Michael Long, akit David Hasselhoff játszik a sorozatban, az ő hangja Forgács Péter. Az eredeti Michael Longot Larry Anderson nevű színész játszotta, és miután arcol lőtték, lett belőle már David Hasselhoff, de még akkor is egy kicsit Michael Long volt. Aztán ugye Michael Knight volt, viszont a magyar verzióban Forgács Péter adta a hangját mind a két színésznek. Devon Mice, a jogért is igazságért. A Tolnai Miklós, és, nagyon szeretjük. Ez Mulher. lesz. Tolnai Miklós. És beszéljünk kitről, az autóról magár, ugye ez a Night Industries 2000, vagy ez a Night 2000 mű modell gyakorlatilag. Őnek ez eredetileg William Daniels adta a hangját, Magyarországon pedig Versényi László, és én Nekem itt a, a szinkron, a, itt az, ahol nekem az igazán nagy szerelem, mert ö, a magyar változatban, hiába egy autóról beszélünk, nagyon ráfeküdtek arra, hogy, ö, hogy mi, ezt, mi, mi erre az autóra ténylegesen emberként tekintsünk, mert Versényi László ténylegesen, oké, okay, hogy kicsit ö, átalakították a hangját, tehát valami torzítást csináltak rajta, hogy kicsit ilyen robotosabb szerű legyen, de abszolút emberi a, a hang, a hangsúly, a mondatai, az egész karakter, amit Versenyi László gyakorlatilag az első pillanattól kezdve ad. Szerintem, bocs, szerintem túl is hangsúlyozza direkt, sokkal hangsúlyosabb, ahogy beszél itt, Uh, nyilván ilyen, hello Michael, ugye ezt mindegyik Ez ismerjük az egy az kicsit. Igen. Ugye le van, le van így mélyítve, le van torzítva, tehát van, de, de sokkal emberibb válik, és szerintem, ahogy te mondod, megerősítve, szerintem, is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy még hangsúlyosabb legyen, mert ugye nincs is annyira betorzítva, mint az amerikai eredeti változatban, olyan, mint egy telefon, igen, egy telefon beszélne. Igen, egy telefonról beszélne. Hát igazából William Danielsonnak kéne, hogy egyébként amerikai, azok a részek, amiket én ö, szín, ö, eredeti szín Hallottam, nekem inkább az jön le, hogy egy kicsit ilyen arisztokratikus angol szájíztattak neki önmagában az autónak, és emiatt van egy kicsit így ilyen, mint egy igazi lord, aki magasabb szinten van, úgy beszél. Versényi is, csak sokkal emberibb De nekem. De a, a torzítás, a, igen, a torzítás hiánya miatt nagy, sokkal, sokkal jobban közel áll szerintem Nem csak ezért, a, hanem majd hoztam nektek direkt egy szövegbeli különbséget a magyar és az angol között, amivel majd ö, meg fogom tudni ezt inkább erősíteni, hogy valahogy több az emberisé, emberi mi voltja a magyar szinkronnak, a magyar szövegnek, amit egyébként Versényi Ágnes fordított. Na, térjünk is rá, hát akkor mondjad. Le csak itt izgasd Még nem mondom, ja. mert az majd abban jelenetben, mert még szeretnék egy-két hangon túlmenni, mert hogy a magyar szinkronróló még tényleg egy-két gondolatot. Ja, Wilton Knight, öt nem, Bonnie még nincs, róla nem beszélünk. Uh -huh. Wilton Knight, az ő magyar hangja Kun Vilmos, ugye a jogért és igazságét alapítványnak ugye a maga a tulajdonosa, aki aztán majd később sem is meghal. Tánya Walker, aki arcolövi szegény Michael-t, akit elárult gyakorlatilag, akit elárulta, ő Simon Mari. Fred Wilson, aki tányának a hát cinkos a tettestársa, illetve ennek a Comptrol nevű cégnek a biztonsági főnöke Szersény Gyula, és megemlíteném még meg itt a pincérnőt, akinek fontos szerepe van a sorozatban, mert ő általa fog közelebb jutni Michael-a tányához majd később. És nem is akarok már senkit fárasztani a szinkron hangokkal, de így darabokra, csak hogy szeretnék felolvasni további magyar hangokat, csak hogy érezzük, hogy aki tényleg ismeri a színészeket, hogy hallja azt, hogy, hogy itt, itt, milyen színészek adták a hangokat a szereplőknek. Fülöp Zsigmond, Trokán Péter, Vég Péter, Botár Hollósi Frigyes, Kárpáti Tibor, Dobránszki Zoltán, Matus György, Kerekes József, Tóth Ildikó, Szabó Sipos Barnabás, Glósz Viktor, Martin Márta, Lippai László és Kárid, a Kálid Artúr a teljeség igényénekül. Tehát eszméletlen jó gárda. Lássuk be! Ádám, bólogas, kérlek! Bólogatok, bólogatok, egyetértek vele, de azt is hozzáteszem, hogy ez azért a 90-es években készült szinkronként, de akkoriban teljesen átlagos, normális, hétköznapi volt az, hogy egyébként olyan ma már nagy színészek nem mennek el egy-egy olyan szinkronért. Ma akkoriban ez, ez, egy hétköznapi dolog volt, olyan sorozatokban hallunk olyan szereposztásokat, hogy így wow, nem is Ugye én, ezt állandó hallgatóink tudják, hogy Star Trek rajongó vagyok, ott több sorozatnak legendás szinkronja van, olyan, olyan beugró, ilyen földön, letorzított hangú földön kívüliek szerepében, mint mondjuk Gáti Oscar, egy Star Trek voyager vagy Revicki Gábor, ma már elképzelhető lenne, nyilván akkor Dezső Katalin szinkron kedvéért elmentek, plusz ez egy régi, ma már 20 éves szinkronról beszélünk, tehát hogy abban az időben készült, amikor még ezek a nagy nevek aktívan szinkronizáltak, és akár... Egy mondatér is beugrottak. Hát mondatér nem is, de a szinkronrendezőkedvér, ha a stúdióba úgy összetudtak nekik hozni több munkát, akkor szerintem jobban elmentek, mint most. Na mindegy, szóval ennyit a szinkronról, de szerintem akkor térjünk, térjünk vissza így egy kicsit a sorozatra. Én, én egy, 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 egy dolgot szeretnék, bocsáss meg, itt az elején még megkérdezi tőletek, mert tisztázok nekem, ez egyetlen egy logikai buktató az egész sorozatban ott van, hogy tudjuk azt, hogy azt az autót, ugye látjuk is benne, ezt a trendszemet, amikor, amikor még Michael Long, aztán utána mondják, hogy átalakították, és akkor csináltak belőle kit De később megismerjük kárt, nem akarok ennyire elugraulni, csak most a logikai dolgok miatt. Később megismerjük kárt, is szintén egy trendszem, egy előző verzió. Látunk már ilyet a Skifi történelemben, de hogy akkor hogy lehet, hogy ez ugyanolyan típusú kocsi? Ez nekem is fura volt, és de nekem is, amikor ugye néztem, hogy ugye a kár, amikor én, mert hogy, hogy, hogy gyakorlatilag itt úgy is mondták, hogy kit, az Michaelnek a saját kocsi, amire ugye ráfeküdtem, amikor tánya arcol lőtte, és ahhoz képest neki volt egy elő, amiről most még nem tudunk. Ez egy 1982-es Pontiac Firebird Trans M egész pontosan, és a Trans M az a felszereltségi fokozatot jelenti, és azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy az eredeti tervek szerint nem kit, hanem tat lett volna az autó, az pedig, az pedig a Trans M 2000 lett volna, és női hanggal de ezt gyorsan elvetették. Egyes pegykák szerint lehet, hogy azért, mert hogy Michael Knight a karakteréből minden nővel flörtöl, és baromi hülyén vette valaki de magát hát flörtöl, a saját autójával is. is. Mondjuk ki a műsor ezen pontján, hogy kittel is flörtölnek, az egy bromance. Hát egy idő után átalakul egy body movie-vá igazából az egész film. De ha azt nézzük, és egy picit visszakanyarodva a szemre, nem az volt az eredeti tervezett autó, illetve az is, hanem egy Nissan Z márkájú jármű, ami szintúgy megjelenik a sorozatnak a legelején, mint a tányának az autója. Bocsánat, nem tárnyam, Nem jut eszembe a nő személynek a neve, aki ellopja az adatokat az elején? A... Gelgő, segíts! Nem tudom, az ő nevét nem írtam fel. Megy, lépjünk tovább rajta. Á, hát én, a de igazából annál a nőnél van az első olyan autó, amit igaz, igazából kitnek terveztek. Csak végül leszavazták, és így került be a transzem, mert ha jól emlékszem, azból sikerült három darabot megvásárolniuk még a forgatásnak az elején. Én úgy tudom a történetet, hogy még nem volt forgalomban az autó, és nagyon tetszett az ötlet ott a valakinek, egy olyan fejesnek, akinek volt annyi befolyása. Én úgy emlékszem, hogy első körben hat darabot kaptak. Aztán később már uh, nyilván a sorozat sikerén felbúzulva nyilván ez a díl megváltozott. Én legalábbis így tudom, és ezt valami alkotó nyilatkozta egyszer egy videóban hallottam, de hát aztán nyilván most az, a nagy, tehát azt szerintem a műsor ezen pontján jelentsük ki, hogy mi Nosztalgiából beszélgetünk erről a sorozatról, és nem azért, mert olyan mély és nagy rajongói lennénk, hogy ilyen mindenféle apróságot ismernénk a, a hátteréről, tehát nyugodtan kommentelhettek, és kiavíthattok minket, és figyelni fogunk ezekre, de igyekszünk azért nyilván pontosan, pontosan menni, de azért nagy részt saját véleményünket. Én nem fetiszták vagyunk, hanem csak rajongok, <laughs> úgy mondtam magunk módján. Én speciál gyerekként is, meg én imádtam. Tehát, hogy most, hogy mondtad, Dani, hogy eredetleg nem is a Pontiac Firebird lett volna, azon gondolom, hogy jó, örülök, hogy a Pontiac Firebird lett. Mert én, én gyerekként egyetek. beleszerettem, tehát egyszerűen imádtam. Annyira gyönyörű ez az egész, hogy... Most. hogy ha két kocsinak a formáját megnézzük, az egyik egy kicsit lekerekítette, mint maga a az a maga szögletességével, plusz az alsó szoknya, amit az elején rátettek, az, az, gyönyörű. Főképpen, hogy ott ugye a főcímnél megjelenik, a kis piros lett sorával, a klasszikus zenével. Ugye azt tudjátok, hogy ugye ennek az alkotója Glenn Larson, aki ugye ugyanúgy a Battlestar Galactica alkotója is, és ugye ez a ez ugye a szájlonoknak a onnan van átmentve tulajdonképpen. Gyakorlatilag azoknak a hangoknak, az, azoknak a hangját felgyorsította, és víz megfordította egész pontosan. Nagyon jó, nagyon sokat ad hozzá, és nagyon menő. Tényleg szerintem a legjobb ö, autó még talán a delorean is versenyez ha már a BSG egyébként a Sinis Gardenak egy része is onnan jött. Hát például akinek nem jutott eszembe a neve, a Megi, őt is onnan hozta át, illetve Mansi vagy Mansi, nem tudom már, hogy ejtették a karakternek a nevét az első rendőr, akit leszednek, ő is még a BSG-ből lett áthozva. Nekem az sem logikus, hogy amiután átoperálják szegény Michael-t, utána a Devon megjegyzi a Wiltonnak, hogy hát mennyire hasonlít. A nem, nem tudok szó nélkül elmenni amellett, hogy mennyire hasonlít a fiatal kor, jön magad, magadra, ahogy a Michael kinéz. Na most érted, a Michael egy 190 vagy 2 méter centis, magas, hogy hívják, a Wilton Knight, meg egy ilyen kis töpeledett öreg ember. Gyanítom, hogy itt nem ő rá célzott. Oh, hát, uh... Mert a későbbi részekben meg fogjuk tudni, hogy, hogy ez az arc honnan született. Gyanítom, hogy ez a célzás annak szól. Igazából azt is hozzátehetjük, hogy az orvosával lévő párbeszéd ehhez kapcsolható, hiszen fölteszik a kérdés, hogy ilyen szörnyű ellenkezőleket, hát ez egy bámulatos eredmény. És hát, hogyha bámulatos eredmény az, hogy a Michael Knight-hoz, akarom mondani, a Winston knight hasonlít, akkor amennyire én értek -e, ez mondhatni, igazán jó képület. Vírtam viaton, bocsánat, bocsánat. Ugye, saját ő, saj, ugye Glenn L. beszéltünk, ez, ez saját ötlet alapján írta ezt a, az egész sorozatot, és én a zenéről még két gondolatot szeretnék, hogy mert nagyon, nagyon tehát maga a főcím, és a, a, a sokszor a zene az egész sorozat alatt. A zeneszerzőt ezt Stuart Phillipsnek hívják, illetve Glenn L. volt a zeneszerzője a főcímnek, viszont Stuart Phillips kiszállt a sorozatból, és a második évattól Don Piki vette át az ő szerepét, és onnantól fogva az ő zenét hallják, olyannyira, hogy át is és nagyon jellemző zenéje van azok. A, azok... a Dompiki, nekem főleg a Dompiki, én meg is annak idén meg is találtam egy, egy, egy soundtracket, ahol a Dompikinek mindenféle a Night Riderhez írt betét, hát nem betét mert ez hülyeség, Igen, de, de, de azok a zenék, a amik zenék. szólnak, és nagyon jó, tehát imádom. Úgyhogy őket mindenkit meg akartam említeni, hogy, hogy, hogy ők hárman a fő zenészek a családban itt. <laughs> És azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy az eredeti főcímben narráció is van, mert míg nekünk, míg nekünk szépen szól a zene, illetve bemondják, hogy a David Hasselhoff, meg az Edvard Mölhör, stb. Tolnai Miklóst, addig az eredeti főcímben egy narráció is van, melyben gyakorlatilag nem fogom szó szerint idézni, de a nem létező Michael Knightot mutatja be, aki a gyengéket és a védteleneket védelmezi. Volt neki egy ilyen feltámasztása, azt hiszem 2008-ban talán. Volt. Igen, volt. Az, vagyis hát persze volt ilyen Night Rider team, meg ilyen sorozatok, de volt egy kifejezett ilyen Knight Rider feltámasztás, egy folytatásszerű, amiben a Knight, Michael Knight fia, Jézusom, nem, 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 egy ugyanolyan az... szituációba csöppen, mint a Michael Knight, és akkor lesz egy ilyen autója, ami... most nem? Vagy nem is tudom, dámi ez egész. Egy nem, de egy Mustang azt hiszem, de az a, tudod ilyen alakot váltani, tehát másmilyen autóval kinézni. És abban, ami, amit el akarok mondani, hogy abban a, az eredeti angol hangja az autónak, a Kilmer volt, és eszméletlen jó volt. Annyira jó volt a hangkeverés is, meg minden, hogy az, az egy, az, szerintem az kiemelkedő volt. Magyarul is leadták, a TV2 bemutatta, ez egy egy évad és elkaszált sorozat. Üm, itt magyarul verseny László szinkronizálta ugyanúgy a, a, az új kitet is, aki nem ugyanaz a kit volt, ez egy másik kit volt, tehát nem volt ilyen, ebben a szempontban nem volt folytatólagosság benne, de az azért hozzáteszem, hogy a sorozat az évad végére elkezdett jó lenni, de hát addigra már elkaszálták, úgyhogy ennyit, de szerintem ez egy nagyon értékes, nagyon értékes franchise, amivel nem nagyon kezdenek mostában semmit, amikor nagy virág, virágkorát éljük az ilyen, főleg akár ilyen science fiction tartalmak újraéledésének, Mit gondoltok erről? Gyerekek, tehát nekem a Knight Rider azért 1982-t írunk. De most is menő. De, de, de abszolút, de pont ez a lényeg, hogy annak egy olyan varázsa van, hogy, hogy amit ott te láttál, azok a trükkök, azok mind valósak, érted? Tehát, hogy nem az volt, hogy, hogy zöld emberkék robbanás, hanem ezek, ezek az alkotók beletették az autókat, beletették a kaszkadőröket, az az autót tényleg egy ember vezette, ott, ott tényleg minden megtörtént, Helyen. és, és és persze így HD-ban, amikor visszanéztem, akkor lehetett látni, hogy a kaszkadőr, amikor mondjuk átment kimódba módba, akit akkor nem a Michael vezette, csak egy hozzá, hozzá hasonló fószer, ezt HD-ban tévében. Nem lá... Igen, igen. Tehát, hogy és én nem is akarok a hibákra kitérni, tehát én leszek az, aki nem akar ezzel foglalkozni, ja. mert ez nekem, ez a, lenne. nekem Nagyon. ez, a, ez, a so... ez, 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 úgy, ahogy van, ez, ez 82-ben, ez úgy, ahogy van, volt tökéletes, még a maga bugyutaságai, és nyilván, mert ez a, ez a, hogy a Michael minden nővel tényleg flört, az összes ügyfelét kuncsapjával flört, ez, ez az de hát ő volt a a akkoriban a szexszimbólum. Tehát egy... Igen, körkapitány, valóban, valóban, valóban. Uh, Dani, többször rásztad itt a fejedet. Nem, igazából csak azt akartam mondani, hogy a 82 es egy markáns pont, illetve az, hogy 2024 vagy 22, tehát ugye ez a kettő közötti intervallum. Erre, hogyha a bugyutaságától eltekintek, és azt veszem, hogy 82-ben leteszünk egy ilyen autót, ami gyakorlatilag akkor volt benne egy olyan bűszerfal, amit így meglát minden gyerek, felnőtt bárki, így, így pislog, és így könnyezik, hogy az hagy, hagy vezessem, és van Én benne egy... most is egy... pislognék rá. Hát igen. <laughs> és akkor is nézzük, van benne két kijelző, még az első részben, ami ö, működik. Tehát igazából egy tolató radar van ad. benne, és valós képet ad. Most, hogyha ezt 2024-be behozod, akkor mit mondasz, hogy beültél egy máski monstrumba és igazából nem tudna akkor átszólni szólni szerintem. Tehát hiába a CGI, hiába nem, ez, ez gyakorlatilag már úgy kvázi beért minket. És ezért van az, hogy nem is tudom azt mondani, hogy nosztalgiával tekintettem erre a filmre, vagy sorozatra, vagy hogy nevezzük, hanem egyszerűen így tényleg így az volt a jó, hogy amit mondtál Gergő, hogy 82-t írunk, és minden, amit látok, megtörténik a filmben. Tehát ez, ez valami zseniális élmény szerintem. És jól is sikerült. Igen. És most, hogy így mondtad ezt a tolató, hogy ma már nem lepődünk meg ezen, hogy uh, itt az meg a fantáziáját egy kicsit szeretném meg, is, hogy, hogy kvázi valamilyen szinten a jövőbe láttak, hiszen itt egy mesterséges intelligencia. Ma uh -huh. már 2024-ben van mesterséges intelligencia. Hello, Mercedes! <laughs> vagy az önvezető autó. Igen. Oké, okay, még nem tart ott, de hogy, hogy annyira, annyira vicces és tök jó, hogy ma mai szemmel olyan dolgok vannak benne, amiket ők előre megláttak és megállunk. Szerintem szerintem ott tart. Részben ott tart. Tehát azért eléggé látták a jövőt, mert azért ne felejtsük el, hogy most például Amerikában több államban egy új hátsó lámpa bevezetését tervezik, ha jól emlékszem, valami kék, vagy valamilyen ilyen színű lesz, amikor robot üzemmódban van az autó az autópályákon és az erre kijelölt helyeken. És ez ne felejtsük el, hogy ma már ez a valóság, tehát nem állunk távol annyira. Elég jól előre vetítették a jövőt azt még hogy most nincs akarsz mondani. Igen, de azért most már nincsen szükség ilyen gombokra. Mindig azon rögtem gyerekkoromban, hogy beszállta így azért induljunk akkor induljunk, izé, és akkor így fönn megnyomogatta a gombokat. Miatt, azért, mert annak nyomkodott. a gombnak jó hangja van, hogy hát, megnyomja hát, <laughs> Igen, de hogy szóval nyilván nem... Meg minek nem, tették nyilván... oda a bonék azt a sokrohat gombot, ha nem nyomkodhatja? Figyelj, te is beülsz egy ilyenbe, és meg akarod nyomkodni a gombokat. Hagyomkodja szóval... nyomkodja a michael is! Ez a feeling része, ez az a része, hogy ez egy sorozat, oké, okay, ezt igen. elismerem, de hogy egyébként szóval ma már nincs szükség ezekre a dolgokra, de tulajdonképpen beértük. Tehát nem, nem kell két, két monitor bele, mint a két szem a kitnek, hát szóval, de hogy. 82-ben. Igen, de gyerekkoromban mindig azt hittem, hogy a kit, ahogy beszél, az elején csak a villogás, aztán ilyen izéje lesz. Jön a, jön a analizor az ilyen, az, az ilyen középkonzolom van, de aztán ott felnőttként jöttem rá, hogy az a kormány igen, fölött van, igen, ilyen igen, nagyon piciben. Mindig lássa, hogy Ezt én beszél. akkor nem tudt, én akkor azt nem tudtam gyerek. Mert sokszor, amikor a kit beszélt, akkor tényleg sokszor úgy mutatta, mint hogyha a boxnál környékén lenne ott valahol, de igen. Nem, ez így van. Zá, én, én, azt mondom, hogy ebben a sorban nem szabad belekötni. Hát senki, Lenke nem köthetek bele. Sem. Le, Lenke picit beleköthetsz, de ebben a sorozatban nem köthetsz bele, mert 1982-ben fantasztikus dolgot vittek szerintem véghez. Igazából lehoztak egy Cobra 11-et, tehát hogy most ne szaladjunk előre annyira a sorozat, majd ennek a résznek a végére, de a végén az a jelenet a repülővel, hát hogy úgy igazából úgy pislogtam, hogy mennyi pénzt öltek ebbe bele, meg úgy és itt minden, amit láttunk, az ott volt. Ne felejtjük el, pilot epizódról van szó, tehát nyilván meg is akarták mutatni, hogy mennyire jó és mennyire izgalmas ez a sorozat, de azért igazatok van, később is Pont látunk. ez a jó benne, hogy kit, kitnek a szkíjeit így fokozatosan ismertük meg. Uh -huh. Mert ugye először elmentek tesztvezetésre, hogy a a mi újság azért, azért azt, figyeljük meg, hogy 148 mérföld per órával szakítottak a teherautón, az 236 km per óra egy, egy, egy sima, kétszer, egysávos úton a kanyonban. Tehát jó úttartása van annak a <laughs> kocsinak. Azért az egy elég masszív volt, és ahogy megyünk előre ebben a, a dupla részben, ugye mi nem, ha most ugye laikusan szűszemmel nézzük, akkor mi nem tudjuk, hogy az autó miket tud. Igen, mert mi Michael szempontjából látjuk a sorozatot. Fokozatosan ö, ismeri meg az autónak a különleges képességét, hogy nem csak tud beszélni, nem csak önvezető, hanem ö, megjelenik ugye a, a, először a klasszikus ski mód, ugye ez a sí mód, amikor két kerékre áll a, a, az autó, mint egy videójáték. Igen. Az olajfolt. Az olajfolt jön utána, igen, az, az olajvető, aztán a füstfüggöny, és utána jön a kedvence, mindenkinek a boost, amikor ugye átugrat valamin. Illetve még kihagytuk a katapultot, mert azt is még a vége előtt megjelentjük. Igen, a bal katapult és a jogkatapult uh -huh. is jön. És tehát, hogy szépen fokozatosan látjuk, hogy ez az autó tényleg baromi sok mindent tud, és itt kicsit visszautalnak arra, hogy Devon nem mutatta meg Michaelnek, hogy miket tud az autó, ezért vagy az autó mutatja meg hogy mit tud, vagy Michael magától rájön. Szerintem nem biztonságos a katapult. <gül> <gül> Egyébként nem hiszem, hogy a... engedélyeznék valójában. Ha jól tudom, volt egy rész, amiben ténylegesen katapultot tettek az autóba. Tehát, hogy nem kefektek, keveg felvételre oldották meg, hanem ténylegesen kicserélték a balesőgyülést egy olyan pneumatikus karra, amivel kilőtték a szemét. De azt csak úgy egy későbbi epizódban hozzák be. Meg ezt ne próbáljátok ki otthon, Igen. ezt nyilván egy kaszkadőr megcsinálta. De hát nyilván a sorozat nagyját azért azok a látványos számunkra elengedhetetlen, és a Night Rider eszenci eszenciáját adó felvételek adják, amikor látjuk, amikor megnyomódik a gázpedál, amikor a... Um, Fo -fo 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 kormány mozog magától. A, a, igen, a, a, amikor a kit beszél, amikor azok piu-piu-piu, meg itt mindenféle csipogás, meg, meg villódzás van, tehát nyilván számunkra meg aztán később majd nagyon sokan, amikor SPM fokozat lesz, és ahogy átalakul az autó, tehát hogy ugyanazok egyébként egyszer fölvett, és mindig újra és újra Én megismételt van. jelenetek adják, amik egyébként amellett, hogy valóban egy ilyen nagyon Ócska körkapitányi szerelmi történetet látunk minden részben, mert hogy nem csak a DAVON és a Jogért Igazságért Alapítvány küldi ki a helyszínekre Májkölt, hanem általában azért ott mindig van egy szegény szerencsétlen hölgy, akin segíteni kell. Szegény szerencsétlen, de dekoratív hölgy. És akivel a végén csókot válthatnak, de azért nem nyelves, azt látjuk, egymásra nem, nem, tapad érzése. a szájuk. Igen, igen, De igen. ez a sorozat elsősorban akár is, ez nem De ez Michael, bocs, ami, bocs, ez annyira szól. feltűnő, ez, bocs, ez annyira feltűnő, hogy gyerekként, amikor én láttam eredetiben, még akkor is feltűnt ez, hogy ez a Michael állandóan mindenkivel csókolózik. Hát ez nyilvánvaló. Ez, ez, az, ez karakteri, amikor ugye ki, ki a elször minden, ez a 80-as évek szexszimbóluma, tehát ez, hogy lehet, hogy, lehet, hogy így akarták bevonzani a nőket is, ugye a pasi, a férfi az autó miatt nézi, mert nekünk az autó volt itt a nagy cucc, hát legyen benne akkor a nőknek is valami, hát a David Hasselhoff a 80-as évek biztos, hogy nagyon adta. Nem tudom, nem értek hozzá, de feltételezem, hogy igen, hiszen így volt. Tehát lehet, hogy emiatt, de a, sorozat szerintem egyértelműen magáról az autóról szól, és az alkotóknak céljuk, hogy ezt, mi ezt az autót, mi tényleg emberként, személyként tekintsünk rá. Amikor egyszer meghal, sírtam. Hát én is, hát az, a, az nagyon durva az a rész. És itt a Devon már az elején utal is rá, mert amikor a Michael Mink nem akarja elfogadni, hogy ez az autó egy, egy gyakorlatilag egy lény, akkor ugye Michael azt mondja, úgy, úgy beszélom mint egy tárgyról, hogy az. És Devon pedig úgy hivatkozik rá, mint egy szemére, hogy ő. És nem érti a Devon, hogy mi ezzel a gond. Igen. És itt ezek nagyon fontos dolgok szerintem, hogy itt az alkotók tényleg mutatják nekünk, hogy és ehhez nekem nagyon sokat hozzad a versenyi László, illetve a fordítás is, hogy tényleg emberként gondolunk, ahogy te is Ádám mondtad, amikor kvázi meghalt az autó, tényleg sírtál, hogy úristen, úristen. Amit mondtál egyébként, az, hogy az embergép viszony, ez folyamatosan megvan, mert pont ez a telefonbeszélgetés, amikor Michael fölhívja Devont, akkor hangzik el azt, hogy folyamatosan hangsúlyozza, hogy mi ként viszonyul ehhez az eszközhöz, mert ő számára ténylegesen kit csak egy eszköz. Uh, ettől függetlenül meg ott van végig az a vonal is, hogy annak számára nem azt mondom, hogy egy társat, hanem úgy webben ez a sereggel kell menni, vagy egyedül kell menni csapatban, hogyan kell dolgozni, tehát úgymond egy ilyen egységnek, szimbiózusnak a képe, amit így már az elején felrajzolnak, és ezzel akkor lát egy olyan érdekes body movie hogy ott van egy gép, ami igazából próbál emberként viselkedni, ott van egy ember, aki igazából a gépet ezt nem fogadja el, és így, ahogyan a gép cselekszik, poénkodik, az egyre inkább emberi lesz. Látható az, hogy megy Michael után, megpróbálja, meg is menti, attól függetlenül ez van beleprogramozva, és így Michael meg elkezdi elfogadni, Magát kitett, mint uh, tényleges társ. Tehát, hogy van egy ilyen pont, hogy levetkőzi uh, ezeket a gátlásait. Hát ez már gyakorlatilag a, a dupla rész végére, ez már megtörténik, hogy már már abszolút elfogadja, mert hogy ahogy mondtad, ugye, itt állandóan ment utána, és, uh -huh. és akkor is segített neki, és. és mindig ott volt vele, amikor elvileg ugye mi nem beszélünk egymással. Igen, és erre is húznak fel azt a poént, hogy végül is emberek vagyunk, nem? Amikor a kid bekérdezi, majd jön a neveszés túl a húrt, és csak képetesen értettem. Tehát így ez egy egyszerűen zseniális, -e, hogy az autónak adnak egy ilyen ironikus hangnemet. És, és rengetegszer csinálja, tehát, hogy ez a sorozat nagyon sokszor szól arról, hogy a Michael és a Kit közötti párbeszédekben mindig van egy ilyen csipkelődés. Uh -huh. mindig van benne egy, ugye a későbbi részekben már ugye kvázi barátok azért ezt el lehet mondani, de mégis ott van köztük ez az ember gép viszony, hogy hogy emberként nem értem annyira a gépeket, és gépként nem értem annyira az embereket. Tehát mindig van egy ilyen kis vicces rész, de valahogy mindig jó. És benne van ezek a vicces megjegyzések most te is mondtál, például, hogy csak megjegyzésként mondtam tehát. És ez is feldobja nagyon a sorozatot, szerintem. És ha már mondtam, hogy volt az a bizonyos, amit mondtam, hogy mennyivel más a magyar szöveg, amikor először beszélget Michael. Kit-tel, az 29. perc környékén van, amikor ők először kezdenek el beszélgetni, akkor bemutatkozik gyakorlatilag kit, hogy ő elmondja, hogy nem tudom milyen modell, stb. stb. De te szóli, szólíthatsz kitnek, ha kedvet tartja. És ezt a, a versenyi László, ezt egy rendkívül, te nem tudom így visszaadni, ahogy ő, mert zseniális, ahogy csinálta, Kyle, már nincs köztünk, mert komolyan mondom, most is egyik magasztalnám. És az eredeti verzióban akkor KITT for easy reference, if you prefer. Tehát, hogy ez az if you prefer, értem, hogy az azt jelenti, hogyha, tehát lehet úgy fordítani, ha kedvet tartja, de nekem a hangsúly, ahogy mondta a verseny László, és maga ez a, ha kedvet tartja, sokkal egy emberibb, közvetlenebb kifejezés. És lehet, hogy most azt mondjátok, hogy hülye vagyok, elfogadom, de nekem itt ez a rész is annyira emberibb volt, és sokkal jobban bejött az eredeti verzió. Én pont ezt akartam egyébként kérdezni másként, hogy én nem néztem meg angolul, ez nekem egy a hibám, és ezt nagyon kíváncsi lennék rá, hogy pont ez az, hogy a magyar verzió ezek miatt egy ilyen kellemes meleg érzetet ad, ahogyan nézem, és így, így tök jól így leköt meg minden. Ettől függetlenül meg, amikor angol részleteket nézek, ott van egy, -egy komorság, és nem a kit hangjában, hanem az egész attitűdjében a filmnek. És pont ez a változás az, ami úgy ilyen poénokban hogyan jelenik meg. Hát hozzá, ahogy Ádám is mondta, és most hozzáadott a szinkron egy plusz értéket, szerintem, vagy hogy szerintünk ebben most megegyezhetünk szerintem mind a hárman ez egy kicsit az én a szinkronokkal kapcsolatban általában, hogy hogyan veszi el a jelentését a film témájának. Mert igazából ennek a filmnek a témája egy kőkemény bosszú hadjárat, egy elég érdekes bosszú hadjárat, amit így a öreg Knight, illetve a Michael is csinál. És mondjuk ez a magyarnál nem érződik annyira komor témának. Azért, mert máshova pozícionálták a filmet a Klasszikus, főleg a 80-as, de 90-es évekbeli szinkronoknál Ez ennél, de tudnék más példát is mondani. Nem úgy volt munka, mint most, hogy megírta egy dramaturg, lefordítottal bementek mentek a színészek, gyorsan leblattolták a szöveget, és mentek haza, és a szinkronrendező sem volt így vele, hanem gondozták, ezt így tudom mondani, és az az volt a cél, hogy jobbá tegyék, szerethetőbbé Nekünk a magyarok számára ez nem uh -huh. a szinkron, az nem a lefordítása, az adott sorozatnak, hanem részben egyfajta újraalkotása is. Honosítás. Egy, egy, igen, egy, egy honosítás, egy, egy magyar kultúrába, magyar agyra, magyar. Éleknek. Igen, ö, alakítás, legalábbis ilyen a jó szinkron. Ezeket a szinkronokat érezzük magunkhoz közelének általában. Számomra ez volt a legnagyobb tanulság, most hogy angolul néztem újra. Én nem láttam korábban angolul, maximum részleteket, uh -huh. de hogy egészen olyan, mint egy ilyen nagyon rossz 80-as évekbeli krimi sorozatnak olyan feelingje volt, és közben meg valójában egy tök jó szórakoztató menő sorozat, de hogy nagyon nehezen szenvedtem végig. Úgy éreztem, hogy be, be beszorít a, a falhoz szorít ez a erőszakossága a sorozatnak, hogy, hogy valahogy nem találom benne a humort, a, a, kedvességet. Én nem éreztem ezt, hogy elvette volna Doni, a, 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 mert tényleg igen, itt egy véres bosszúról van szó, tehát itt tényleg azért lövöld, itt, itt azért minden van. Én nem éreztem, tehát én éreztem ennek a súlyát, csak közben nekem jó volt, hogy van benne, vannak benne ezek az elemek. Kevésbé éreztem feszültnek, de közben azért csak feszült volt. Tehát ez egy kicsit olyan, mint az akcióvígjáték. Talán. Ö, igen, tehát úgy az első rész az igen, és számomra ott volt a fordulópont, amikor a tolvajok megjelennek, így az első bőrleszkes, geges jelenetek ott kezdtek el bejönni. Igen, egyébként a film tematikáját, illetően ez a krimi jelleg, ez, ez megvan, mert nekem egy kicsit olyan a, volt az egész, mint hogyha Charles Bronzont illetve a Mission Impossible sorozatot próbáltak volna egy első körbe összegyúrni a pilotba. Igen, de nincsenek benne olyan nagy nagy, nagy krimi És Szerintem itt nem is az volt elsődlegesen a cél, ez csak ez egy szórakoztató kellett, szórakoztató szóra, kellett szerintem... egy krimi uh -huh. vonal ahhoz, hogy ezt az autót, ezt az egészet, ezt a szórakoztató járművet, hát meg ezt az egész sztorit, ezt, ezt valamiben bele tudjuk önteni. Tehát ugye soha nem lesz egy Cobra 11 olyan szempontból. Komorabbra tervezték szerintem a sorozatot, ezért komorabb a pályalot. később valóban bőrleszkesebb, uh -huh. sokkal lazább lesz, sokkal jobban rálegyintünk egy-egy történésre, uh -huh. mert a, a reklámszünet előtt mindig már betemetik kit, már nem éri túl senki, már látjuk, hogy horpad a kocsi, a reklámszünet után pedig minden rendben, turbóbuszta, csúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcs és végül kitör az autó, és csá, pajti, ah! És így az Izél a kormánynál a Michael, Hú, és halljuk azt, hogy igen, ahogy a, ahogy a forgás péter szinkronizálja, ez ilyen tök jellegzetes. Valójában ez, ez nyilván angolul is működik később, de itt, ez, ez egy, ne, ne felejtsük el, ez nem egy komoly skifikaland akció valami sorozatnak, hanem ez egy szórakoztató, kifejezetten egy szórakoztató tartalom, egy olyan időszakban a televíziózás, egy olyan időszakában, ahol ez, ez nézet volt nagyon kiemelkedően és trendi. Meg hát ugye, ha azt nézzük, ugye az egész Knight Rider azon alapszik, hogy ugye ez a ö, ö, szóval Wilton Knight-nak ugye volt egy álma, mert ő hisz ugye az ember az egyéni cselekvésben, mert ugye ahogy ő mondta, egyetlen ember is tehet csodát, és neki volt egy elképzelés, hogy a mobilprogram program egysége az ember és egy autó. Tehát, hogy ez egész erre épül, hogy ezt baromi nehéz krimiként nézni, baromi nehéz úgy komolyan venni, mint egy krimit, mert nem is, nem is tud az lenni, tehát nem, nem tud az lenni, de közben meg ö, valami kell, különben most ez az autóval nem lehet egész nap a izébe, ha már furikázni. De amúgy meg az ember és az autó kapcsolata szerintem ez nagyon fontos, hiszen egy Amerika egy autós sok nemzet. Sok üzenete van ennek a sorozatnak. Egy autós nemzet, hányszor látjuk sorozatokban, filmekben, hogy végre 16 évesen megkaptam anyu levetett autóját, és akkor azzal egy ilyen teljesen más kapcsolatot alakít ki. Az az első autó, a Transformers első része és az első autó így jut hozzá űrdongóhoz. Tehát, hogy csak arra gondolok, hogy ez benne van az amerikai vérben, tehát hogy ez egy plusz, amit mi innen Magyarországról szerintem nem így látunk. Én úgy látom, hogy ez a sorozat jó és kész. Nekem baromi tetszett az ötlet, baromi jó volt a megvalósítás. Szerintem nekem, én, ahogy Áront idézzem, én tud, tudtam menni ezzel a sorozattal. Minden négy évadot végig tudtam menni annó, imádtam. Jó volt. Igazat megvallva a buddy movie száll lesz ezáltal kiemelve. Pont, hogy a mögöttes sztori az olyan, amilyen, és igazából pont itt jönnek be a párbeszédek, ugye az a képjármű között, amivel meg kialakul a tényleges sztori. Ja. Hát meg, hogyha megnézed, ez az egész, ez a jogért és igazságért alapítvány, az egész történet, ez egy jótékonyságról szól. Tehát, hogy itt mindenki gyakorlatilag rohadtul önzetlen, mert ennek a Wilton ugye volt egy, van nyilván egy rakat pénze, ami ebben az alapítványban van, és az egésznek az a, az élet célja, az egésznek az a célja, hogy segítsen azokon az embereken, akik, akiken akik, senki más nem segít. Igen, senki, mert a törvény nem tud segíteni rajtuk, és gyakorlatilag ők egyfajta törvényen kívüliként Kívülik. mennek segíteni, uh -huh. olykor a törvényt is megszegve, de persze de vonnak, megvannak ezek a diplomáciai kapcsolatai, mert azért mindenkivel jóban van, tehát a, a fehérháztó kezdve az összes vezetőjével. Tehát van egy, van egy jó, biztos ö, ö, háttér, de közben ők azért lavíroznak a törvénytelenség útján, de mindig a jó ö, ért, a jó cél ha más nem, vagy a sajátségüket megmenteni, vagy másét. Mert olyan is van, hogy a sajátjukat kell. Meg hát tök menő, amikor ott mennek a Kaliforniában a autóúton a és akkor közben hívja Devon, és akkor ott beugrik a képernyőre. Igen. Devon ül, mint egy híradóban, műsorvezető, egy hírolvasó, és megbeszélik a következők. És akkor következő Miklós a kül... drámai hangján elmondja, mi újságban. A Következő küldetést így van, és akkor ú, induljunk, pajti! Csá! 180-as fordulat! És akkor igen, és nyomogatja a gombokat felül, és nagyon, szerintem írtómenő, alig vártam. Én emlékszem az első részre is, ott ültem a tévé előtt. Nem tudom elképzelni, hogy volt-e közülünk, vagy közületek bárki, aki az első, vagy nem tudomány részt ne akart volna egy ilyen autót kapásból, tehát hogy gyerekként, tehát ez alap. Ha most tehát is. Még játszott? Ah, igen. Még játszottunk is gyerekként Night Rider-est, hogy, 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 tehát egyszerűen annyira megfogott az egész, az alkotók tudták, hogy ez gyereknek is, meg felnőttnek is valamilyen szinten vagány lesz. Az órájában, ne felejtsük el, ja. hogy az órájában volt ugye a kis kommunikátor. Megnéztem, az órájában most a karján volt, de még nem beszélgetett vele. De ugyanaz az óra volt, mert rajta, rajta volt az a luk, ahol a mikrofon volt elvileg de még nem tudta, hogy ez a feature Igen, működik. Igen, még... azért látszik HD-ban, hogy ez nagyon egy, ez egy nagyon kézműves termék még a 3D nyomtatás előtt, szóval de nem fogjuk a hibákat keresni. Az, valaki érdekel, az internet tele nem, elva, van vele. Ez oké, de szerintem elmosolyodhatunk azért a hibáin. Az nem, 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 nem csak, hogy nem, fogunk belemenni, igen, nem, csak, hogy nem fogunk belemenni, de látszik, hogy az alja gumiautó, tehát hogy ebben nem... Tehát ne, nem, nem fikázni akarjuk. Ne fe, az, ne, az igen, ne feszülj rá, Gergő, mert nem, 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 célunk szerintem, szóval... Tudom, ezért is mondtam. Nem. nem. az, azért mondtam, hogy ha valaki erre, erre vágyik, vagy erre számít, akkor kapcsolja gyorsan. Na jó, srácok, mit gondoltok, milyen lesz kibeszélni még az előttünk lévő, nem tudom hány részt pontosan? Szerintem még ebbe a részbe is lenne itt, mert még csak elkezdtük pedzegetni. Égy csak véget ért a időnk, úgyhogy ez most egy ilyen A ilyen pilot az ennek eset áldozatául, hogy magáról a Night Rider jelenségről beszélgettünk. Igen, 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 de szerintem még nem az igazi Night Rider-t kaptuk az első részben, vagy az első dupla részben sem, hanem majd a második igen, résztől szíveszt. Tényleg ez az... arról szólt, hogy megismerjük Michael Long történetét, aki azt a Michael Night-té ezt az alapítványt, hogy mi gyakorlatilag megmutatták, hogy miről fog ez majd szólni, de akkor már elsősorban nem Michaelnek, illetve Wiltonnak a személyes bosszúja, mert ugye itt azért tudni kell, hogy ez a tánya, tánya Walker és az ő bűnbandája, ez nem csak Michaelnek volt ellensége, hanem Wilton Knightnak is, mert hogy Wilton Knightnak a cégét majdnem tönkretették és el akarták rabolni az ő titkos terveiket is, csak nem sikerült. Tehát, hogy itt azért ez a, ez a tánya Walker, ez nem volt egy, egy földre szállt angyal, úgyhogy az egész sztori, ez a nagy bosszú, ahogy Dani is mondta, ez itt, ez itt kőkeményen megvolt. De például engem ez érdekel a legkevésbé ebben a Night Rider-ben. Tehát pont, pont a személyes száll. Én azt szeretem, amikor menjen el ilyen vidéki helyekre, és akkor ott szembesüljön azzal, hogy van egy motoros banda, akik ott terrorizálják a boltos kisasszonyt. Hát, de megnyugtatnak a második résztől kezdve szeretni fogod. És ott mentsen meg mindenkit. Tehát, hogy, hogy a, a tipikus Night Rider-t szeretném, szerintem, szerintem ez így. De szerintem kellett, hogy megismerjük ezt az egészet, hogy hogy jött. A, a sztori az ugye az, ami tehát nyilván sikerül, meg minden mondjuk a végén azért, ahogy a tányával végeznek, azért az vicces. Igen. <tos> <tos> Mondhatni írót. Igen, igen, de igen, mondjátok igen. el, ha már szóba hozzátok, hogy a kedves hallgatók is nevethessenek veletek. Tehát ugye itt a, a, a visszautalás ugye Azért is vicces, mert uh, ugye Michael Long, amikor uh, gyakorlatilag őt a tánya majdnem közvetlen közelről fejbe lövi, arcol lövi, akkor ő ugye felkenődik arra a pontiákra, ami akkor még nem kit. Felkenődik a motorhoz, és végig csúszik rajta. Igen. És a végén ugye tánya számára már világossá válik, hogy a Michael Knight az egyenesen Michael Long, tehát neki nem szabadna élnie, és ő mindenáról le akar vele számolni. És után, miután volt az a Dani által említett repülőteres jelenet, amikor elég sokat belefeszültek abba, hogy ki gyakorlatilag lekaszabolja a repülőgép szárnyát, szárnyát és ez, hogy ne tudjon, és igen, igen hogy ne, ne tudjon fölrepülni az a repülő. Utána Tányanak tányának egyetlen egy célja van, hogy ő most leszámol michael al aki már ugye, hát meg volt sebződve, meg, meglőtték még korábban, bennül az autóba, ami hát egy páncélozott minden franc, és tánya azt mondja, hogy én most lelőlek téged üvegen keresztül. És Michael még mondja is neki, hogy ne, de hát így egy ilyen közvetlen közelről az agó bizony visszapattant. És hát Végis az az, végis az, az autó, annál az autónál halt meg, aminél ő egyszer már megölte michael -t. És akkor még egy ilyen zárszóként a végére, ez még nem jelenik meg, ha jól emlékszem ezekben a részekben, vagy ebben a részben, de ami ugye visszatérő Night Rider poén az, hogy van egy idősebb ember, egy gyerek, egy kutya, valaki, aki jön, és ott a Ilyen kis fillerként a Igen. kitett baszkurája, hogy be akar jutni, el akarják Igen. lopni az autót, stb. vagy satöbbi, csak beszélgetnek satöbbi. vele. Itt most el akarták lopni, itt most el akarták lopni konkrétan, kicsit mentek is fel, aztán kit jó megfingadt őket. <laughs> Új részszel legközelebb július 3-án, szerdán érkezünk, Tartsatok akkor is velünk, munkatársaim nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast-hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, hogy ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.mtv.hu, t like lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.